Bírálatok. Leszették a keresztvizet a szociáldemokratákról az Európai Néppárt helyi és regionális vezetőinek bukaresti csúcs találkozóján, a liberálisokat pedig felmagasztalták. Kérdőjelek. Péntektől gyakorlatilag van költségvetése az országnak, de a helyi önkormányzatok csak hetek múlva bólinthatnak rá a büdzsére, a lakosság húzza a rövidebbet. Köszöntöm Önöket a Híradóban! A szociáldemokrata pártot vették keresztűz alá azok az európai néppárti politikusok, akik a régió közgyűlésére érkeztek Bukarestbe, és akik saját pártjuk keretében külön találkozón vettek részt. Az EPP regionális vezetőinek közgyűlésén részt vett Klaus Iohannis, Románia államelnöke is. Gyakorlatilag néppárti kampányrendezvényé alakult az Európai Néppárt regionális vezetőinek bukaresti találkozója, amelyen a legfőbb ellenségnek a szociáldemokratákat kiáltották ki, Románia esetében a kormányzó szociáldemokrata pártot. A találkozón részt vett és felszólalt Klaus Iohannis, Románia elnöke is, aki már régóta figyelmen kívül hagyja és gyakorlatilag fölöslegessé teszi azt az alkotmányos követelményt, hogy az elnöknek függetlennek, pártokon felüli kell lennie. Szokásához híven most is a PCD-t ostorozta, hamis hazafisággal vádolva meg őket. Európa ellenes retorikával próbálnak szavazatokat szerezni azáltal, hogy félelmet és bizonytalanságot keltenek az emberekben az Európai Unió értékeit illetően. Ez a PCD-s politika csinálás cinikus és felelőtlen módja. A kétszínűség csúcsa, hogy tagad azokat az alapértékeket, amelyekre az Unió épült, hogy támadást indíts azon uniós intézmények ellen, amelyek bírálják demokrácia ellenes kisiklásaidat. Ugyanakkor kérd a választók szavazatát, hogy pártod képviselőit éppen ezekbe az intézményekbe juttassák. Az EPP jelöltje a Európai Bizottság élére Manfred Weber, Laura Kodrucán kövesi európai főügyészé való kinevezésének ügye kapcsán támadta a szociáldemokrata kormányt. Először lesz egy európai főügyészünk, akinek lehetősége lesz felvenni a harcot a korrupcióval nem csak nemzeti, de európai szinten is. Erre a funkcióra egy román jelölt a legesélyesebb. Számomra meglepő, hogy a román kormány nem támogatja ezt a hölgyet. Romániának büszkének kellene lennie arra, hogy az első európai főügyész egy honfitársuk lehet. Mi mindenben támogatjuk a kinevezését. Az a tudathasadásos állapot, hogy nyilvánvalóan politikai támogatást nyújtanak egy főügyésznek, miközben azt kifogásolják, hogy a román kormány szintén politikailag befolyásolná a főügyészek kinevezését, nem okozott számára gondot. Mint ahogy Antonio Isturiz Vajd LPP főtitkár számára sem, mintaországnak nevezni Romániát. Románia egy mintaország, viszont a jelenlegi kormány egy csőd. Ez egy csődkormány, nem ez Románia képe külföldön. Romániáról, mint a hatékony, szerény, keményen dolgozó, kreatív emberek hazájáról beszélnek. A találkozón felszólaló Pénéli elnök Ludovik Orbán hamisítatlan kampányszöveget mondott, szerinte a pártja végez az első helyen az EP választásokon, és Klaus Iohannis újraválasztása az őszi elnök választásokon sem kérdéses. Késni fognak a közbeszerzési kiírások és a beruházások kivitelezése is kockán forog, ezt állítják a megyei önkormányzati vezetők. Ennek hátterében az áll, hogy bár most már Klaus Iohannis államfő is kihirdette a költségvetést, a helyi büdzsék elfogadása a törvényi előírásoknak megfelelően még hetekig eltart. Beigazolódni látszik Kelemen Hunor szövetségi elnök korábbi jóslata, miszerint a helyi önkormányzatok idén május környékén kezdhetnek el gazdálkodni saját költségvetésükből. Mi több, mint hangsúlyozta, valóban eluralkodni látszik a káosz az országban. Az állami büdzsét ugyanis túl későn fogadta el a kormány, ezt pedig tetőzte az is, hogy az államfő megtámadta az alkotmánybíróságon és visszaküldte megfontolásra a parlamentnek. Végül Klaus Iohannis csak március 15-én hirdette ki az állami költségvetést, csak hogy itt jön a bökkenő. Az érvényben lévő jogszabályok szerint a helyi önkormányzatoknak 45 nap áll a rendelkezésükre, hogy elfogadják a helyi büdzséket. Ezt a 45 napot nem nagyon tudjuk lerövidíteni, mert elsősorban a hónap végéig fel kell tölteni
az oldalra, és ezt magyarán közvitára van helyezve, úgyhogy véleményezni is lehet akár, és miután lejár a 10 nap, meg utána az 5 nap, akkor utána lehet csak elfogadni a költségvetést. Tehát hamarabb, mint április vége, tehát április 20-22-e körül lesznek ott majd az ünnepek előtt, vagy az ünnepek után rögtön lesz majd elfogadva a megyei költségvetés, és nagy vonalakban ugyanabban az időszakban lesznek elfogadva a helyi költségvetések is. Maros megye tanácselnöke szerint emiatt számos korábban már betervezett versenytárgyalást nem tudnak időben kiírni, és olyan beruházások, amelyeket idén meg kellett volna valósítani, nagy valószínűséggel jövőre tolódnak ki. Ilyen például a megyei klinikai kórház korszerűsítése. A költségvetés egyébként két részre oszlik, egyik részét pontosan az RMDS harcolta ki, ennek értelmében minden megye 28 millió lejt kap, amelyet visszahozt a településeknek. Hargita megyében projekt alapú finanszírozás lesz, az igényléseket egy szakértői csoport vizsgálja meg, és azt követően döntenek majd arról, hogy ki mennyit kap ebből az összegből. A másik részét, azaz a saját költségvetést itt is csak heteken belül tudják elfogadni, ezt főként a civil szervezetek fogják megérezni, állítja Borbói Csaba. Csak az év második felére pályázhatnak tevékenységekre, hisz ugyancsak előírja ez a törvény, hogy visszamenőlegesen nem lehet támogatni semmit, tehát csak szerződés megkötés utántól kezdődő események, programokra lehet támogatást nyújtatni. Hát én bízom benne, hogy legalább a nyárra ez el fog készülni. Hargita megye tanácsa egyébként január 13-án elfogadott egy ideiglenes költségvetést, hogy amint pénzhez jut a megye, a tervezett beruházások megvalósítását felgyorsíthassák. A Nemzeti Liberális Pártnak van a legerősebb jelölt listája az európai parlamenti választásokra, állította Ludovik Orbán a pénéli elnöke azon a sajtótájékoztatón, amelyen a listán szereplők neveit ismertették. A lista élén azonban nem politikus, hanem egy újságíró áll, aki leginkább a szélsőséges magyar ellenes kirohanásairól ismert. Sajtótájékoztató keretében ismertették a Nemzeti Liberális Párt jelölt listáját a májusi európai parlamenti választásokra. A lista élére meglepő név került, az a Rár és Bogdán, aki a napokban még a Realitatea TV műsorvezetőjeként tevékenykedett. Ebben a minőségében többször kapott bírságot az Országos Audiovizuális Tanácstól elfogultság és közösség elleni úszítás miatt. Némely adásában az egykori Nagy Románia párt által is elérhetetlen csúcsokra vitte a magyar ellenes hangnemet és mocskolódást. A tájékoztatón elhangzott beszédében a volt műsorvezető most is összemosta a kormánypártokat és az RMDS-t, noha utóbbi nem a kormány tagja. Mostantól azért harcolunk, hogy a PSD, az ALD és az RMDS térden csúszva hagyja el a kormányzást. Nincs mit keresniük többé ennek az országnak a vezetésénél. Túlságosan sok ideje üznek csúfot a románokból. Rár és Bogdán jelölésével a Nemzeti Liberális Párt tovább tolódott a nacionalista szélsőjobb irányába, amely Ludovik Orbán elnöksége alatt kezdődött meg. A liberális pártvezér beszéde jól illusztrálta a madara tolláról kezdetű magyar szólást. Rár és Bogdán valóságos bajnoka a hazugság, a félretájékoztatás, valamint a visszaélések elleni küzdelemnek. Ő az az ember, aki, amikor mindenki hazudott, volt bátorsága kimondani az igazságot. Az az ember, aki önmaga kímélése nélkül a közjó szolgálatába állította minden képességét. A Nemzeti Liberális Párt jelölt listájának további bejutónak számító helyein olyan nevek szerepelnek, mint Mircea Hava, Siegfried Mureșan, Vasile Blaga, Adina Völian, Daniel Buda, Dan Mutrianu, Gheorghe Falcă, Cristian Bușoi és Marian Jean Marinescu. A romániai magyar közösség diszkriminációjáról is szó esik az amerikai külügyminisztérium Romániáról szóló 2018-as emberjogi jelentésében. A dokumentum rámutat, nem tartják be az anyanyelvhasználatra vonatkozó törvényt. Közzétette az amerikai külügyminisztérium Romániáról szóló 2018-as emberi jogi jelentését. Ebben külön is említik a romániai magyar közösséget érintő diszkriminációt, ami az anyanyelvhasználatra vonatkozó törvény elégtelen alkalmazását illeti. Továbbá ugyancsak említi az ingatlan visszaszolgáltatásban tapasztalható hiányosságokat, különösen ami a magyar egyházi és közösségi javakra vonatkozik. A dokumentum rámutat, annak ellenére, hogy
hogy a törvény értelmében azokban a helységekben, ahol a magyarság számaránya meghaladja a 20%-ot, kétnyelvű utcanévtáblákat kell kifüggeszteni, illetve lehetővé kell tenni az anyanyelvű ügyintézést a közigazgatási egységekben, ez nem történik meg. A törvény betartásának elmulasztása pedig semmilyen szankciót nem von maga után. A jelentés továbbá részletesen beszámol a II. Világháború után a kommunista hatalom által elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatásának helyzetéről. Megállapítja, hogy a kérelmek feldolgozása lassan működik, különösen a nemzeti kisebbségi közösségek javai esetében. A dokumentum kitér arra is, hogy aránytalanul alacsony az egyházaknak és a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek visszaszolgáltatott ingatlanok száma. Ezzel a témával folytatjuk. A telefonnál Csoma Botond, RMDSZ-es parlamenti képviselő. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és köszöntöm a nézőket! A államok külügyminisztériuma megállapította, amit Románia következetesen tagad, és pedig, hogy az országban diszkriminálják a magyar kisebbséget. Lehet-e ennek valamilyen eredménye, vagy minden marad a régiben? Még állíthatják-e ezek után Bukarestben, hogy Románia modellértékű, ami a kisebbségi jogok biztosítását illeti? Gondolom, hogy ettől nem fog minden holnaptól mondjuk megváltozni, de azért az fontos, hogy a világ vezető hatalma egy külügyminisztériumi jelentésben említést tesz ezekről a dolgokról. Nyilván ettől még Klaus Johannis államfő holnap után azt mondhatja, hogy Romániában példaértékűen kezelik a kisebbségi kérdést, tehát így a vonatok azok össze szoktak futni egyes fejekben, de én minden esetre jelzésértékűnek tartom azt, hogy a külügyminisztérium ezt a két dolgot megfogalmazta a jelentésében. Azon kívül, hogy tudomásul veszük, hogy mégsem egyedül gondoljuk úgy, hogy nincs minden rendben, mit tudunk még tenni annak érdekében, hogy legyen valami haladás a diszkrimináció felszámolása irányába? Az anyanyelv használatot illeti, ugye az RMD ezt megpróbálta eddig is, és ezért akartunk módosítani, el akartunk fogadtatni tulajdonképpen egy teljesen új közigazgatási törvénykönyvet, ahol egyértelművé tettünk bizonyos jogszabályokat, amelyek az anyanyelv használatra vonatkoztak. Sajnos ezt nem sikerült eddig elfogadni. Én remélem, hogy ez a jövőben sikerül. És egy igazi előrelépés az lenne, hogyha a nyelvhasználati jogszabályoknál bevezetnénk bizonyos szankciókat a be nem tartás esetén, mert ugye eddig tudjuk, hogy ugye előírták azt, hogy a 20% felett ugye használni lehet az anyanyelvet, és kell is, és kötelező az önkormányzatok számára, viszont amennyiben nem teljesítették a törvényes kitételt, nem volt semmilyen szankció. És egyébként miért fontos, hogy miként vélekedik az Egyesült Államok, hiszen elvileg nekünk itt Európában kell megoldanunk a felmerülő gondokat? Igen, elsősorban Európában kell, és az Európai Unióban, és az Európai Uniót kell meggyőzzük arról, hogy törvénykezzen a nemzeti kisebbségekről is, és az őshonos kisebbségekről is, de azért tekintve, hogy az Egyesült Államok, amint korábban is mondottam, a világvezető hatalma, és ugye Romániának geostratégiai partnere, azért az fontos, hogy az Egyesült Államok egy külügyminisztériumi jelentésben, ami egy nagyon fontos diplomáciai okirat, hogy ezekről a dolgokról említést tegyem. Tehát szerintem nem elhanyagolandó, és továbbra is szerintem az RMDSZ-nek tájékoztatnia kell az Amerikai Egyesült Államok kormányát arról, hogy Romániában mi történik a magyar kisebbséggel. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt és válaszolt kérdéseinkre. Én is köszönöm a lehetőséget. A jelenlegi elnök mellett még 4 pályáznak az Erdély Magyar Néppárt elnöki tisztségére az alakulat hétvégére tervezett tisztóító kongresszusán. Szilágyi Zsolt elnök kihívói között ott található Toró T. Tibor ügyvezető alelnök, Sós Sándor országos alelnök, illetve 2 regionális vezető, Csomartányi István a Bihar megyei és Nagy Pál a Hargita megyei tagszervezet elnöke. Sokáig úgy tűnt, hogy egyedül Sós Sándor lesz Szilágyi Zsolt kihívója. A kolozsvári politikus az elmúlt időszakban többször is bírálta a párt jelenlegi irányvonalát. Világosra zarándokoltak Bőte Csaba atya gyerekei, ezzel erről is szó lesz a híradó második felében. Fejlesztenek. Elkezdődtek a tavaszi előkészületek a Marosvásárhelyi állatkertben, nem csak a kifutókat és az állatházakat takarítják ki, több állat is új otthont kap. Bemutatkozás.
Győztesként debütált a Forradalom utca 48 című történelmi vetélkedőnkön a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium csapata. Jövőre címvédőként várjuk őket. Új videóklippel népszerűsíti Románia idegenforgalmi nevezetességeit a turisztikai minisztérium. A több mint 3,5 perces videóban a Bigéri vízeséstől a Tordai Sóbányán át Bukarestig számos látványos helyszínt mutatnak be. Bogdán Tréf turisztikai miniszter azt nyilatkozta, a film készítői egyetlen olyan területet sem hagytak ki, amely vonzó lehet a turisták szemében. A kliphez az ország minden régiójában forgattak, hogy a néző átfogó képet kapjon Románia egyedi és jellegzetes helyszíneiről és rendezvényeiről. Ennek ellenére a magyar hagyományok, illetve a magyar vonatkozású történelmi épületek nem jelennek meg benne. Folyamatban vannak a tavaszi előkészületek a Marosvásárhelyi állatkertben. Kitisztítják, illetve bővítik a kifutókat és az állatházakat. Mivel az állatkert nagy, akad bőven tennivaló, mondják az intézmény vezetői. Az, hogy a tigrisek együtt sütkéreznek, már jelzi, hogy itt a jó idő. A tavasz beköszöntével elkezdődhetnek a munkálatok is, a tél során megrongálódtak a kifutók, valamint az ezeket elkerítő dróthálók, amelyeket meg kell erősíteni és fel kell újítani, hiszen a biztonság a legfontosabb. Folyik a munka a majmok pavilonjában is, itt kap helyet az állatkert felújított állatorvosi rendelője. Az állatkert krokodilmedencéje is megérett a felújításra, új lakói hamarosan be is költözhetnek a frissen lefestett medence falak közé. Ide fognak kerülni a régi krokodiljaink, azaz a pápaszemes kajmájaink. Eredetileg nekünk nyilusi krokodilusaink voltak, de mivel elég nagyok lettek és helyszükibe szenvedtek, ezért el kellett cseréljük a váradi állatkerttel. Így kerültek hozzánk a pápaszemes kajmánok, ők fognak kikerülni a medencébe, a teknősök mellé, ugyanis elválasztottuk a nagy medencét. Ezekkel a tompa órú törpe krokodilokkal is nemrég gazdagodott az állatkert. A 2 éves és körülbelül 50 cm-es krokodilok pár hete érkeztek a szegedi állatkertből. Ők fognak kerülni a pápaszemes kajmánok helyére, az akvarista részlegre. Az állatkert oktatási tevékenységekkel és rendezvényekkel is foglalkozik, ezek irányítója Halmágyi Ildikó, aki iskolai és óvodai csoportoknak szervez foglalkozásokat. Emellett vannak meghirdetett rendezvényeink, amikor az összes látogatót tulajdonképpen várjuk és be tudjuk vonzani. Elefántfürdetéstől elkezdve tigrisnapig, tehát ilyenekben kell gondolkodni. A Marosvásárhelyi állatkert Románia legnagyobb állatkertje, jelenleg 158 állatfajjal és csaknem 1000 példánnyal rendelkezik. A szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium diákjai bizonyultak a legjobbnak az Erdély Magyar Televízió Forradalom utca 48 című történelmi vetélkedőjén. A csapat idén nyerte el először ezt a címet, és bár rengeteget készültek a megmérettetésre, meglepetésként érte őket a győzelem. Hogyan az idén címvédőként velük lehettek a dévaiak, úgy jövőre várjuk címvédőként a szatmári csapatot a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumból. Visszafogottan ünnepelte a Forradalom utca 48 című versenyünkön elért sikerét a szatmári Kölcsey Ferenc Főgimnázium csapata. A mindegy 2 órás történelmi vetélkedőn nem volt hiány az izgalomból. Volt forduló, amely után a versenyen először induló parciumi csapat az utolsó helyen állt, és már-már úgy tűnt, hogy sikerül a címvédés a dévai Téglás Gábor elméleti liceum diákjainak. Hát még mindig az eredményhirdetés hatása alatt vagyok és vagyunk, mert így első próbálkozásra nem hittük, hogy ilyen neves iskolák közül elsők lehetünk. Örömmel tölt el, hogy szatmárnémetét, hogy a régiunkat, a páciumot egy ilyen neves versenyen tudjuk képviselni. A főgimnáziumot képviselő 3 diák számára a színdarab előkészítése volt a legkedvesebb. Igaz elmondásuk szerint ezzel volt a legtöbb tennivalójuk is. Kicsit nehéz, mert ugye nagyon sok rétű feladatok voltak, tehát Instagramtól jelenetig megkezdve mindenféle, de leosztottuk a munkát, és így nem volt annyira nehéz dolgozni. A csapat tagjai már most meghívást kaptak a Forradalom utca 48 történelmi vetélkedő 2020-as kiadására, amelyen címvédőként indulhatnak majd. De hogy ott lesznek-e majd a zsűri és a kamerák előtt egyelőre a jövő titka, jövőre ugyanis végzősök lesznek, ami miatt jóval nehezebb a felkészülés.
Világosra az 1848-49-es forradalom fegyverletételének helyszínére zarándokoltak március 15-én Böjte Csaba atya gyermekei. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány otthonainak lakói 20 kilométert tettek meg együtt, miközben felelevenítették a történelmi eseményeket és a forradalom áldozataiért imádkoztak. Szent László is egész biztos forradalmár volt, Jézus Krisztus is az volt, 48-asok is azok voltak. Hát most egy kicsit olyan Szent Lászlós lelkülettel végeznénk ezt a mai zarándoklatot. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a zarándokokat Böjte Csaba ferences szerzetes az Arad megyei Ópáloson. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány környékbeli gyermekotthonaiból csak nem 170-en jöttek el, hogy Erdély védőszentje Szent László lelkületével emlékezzenek és feltöltődjenek. A honvéd katonák, tábornokok példájára mi se adjuk fel, hanem jó arcot harcoljuk meg, menjünk előre, bízunk Isten gondviselésébe, szeretetében. Aradi magánszemélyek és anyaországi vendégek is csatlakoztak a 20 kilométeres gyalogtúrához. A zarándoklat alatt vállalt áldozatokat, az út alatt végzett imákat elsősorban a 48-as forradalom áldozataiért ajánlották fel. Nekem különös ajándék, hogy itt a magyarságomat valahogy sokkal jobban megélem, mint otthon Magyarországon. A zarándoklat a Világosi Bóhus kastélynál ért véget. Az Aradtól 25 kilométerre fekvő település az 1848-49-es forradalom és szabadságharc utolsó drámai epizódjának helyszíneként írta be nevét a magyar történelembe, hiszen itt folytak a fegyverletételi tárgyalások. A fiatalok korabeli kardokkal, fegyverekkel ismerkedhettek, és megtekintették azt a híres kerekasztalt is, amelynél Görgei Artúr aláírta a feltétel nélküli megadásról szóló egyezményt 1849. augusztusában. Nyárát Szeredában adták át a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia legújabb létesítményét. A magyar kormány támogatásával megépített műfüves futballpályán a helyi egyesület és a csíkszeredai FK U10-es csapata játszotta az első mérkőzést. Rangos vendégek jelenlétében adták át a nyárátszeredai műfüves futballpályát. A szalagvágást követően a kezdőrugást Szijjártó Péter Magyarország külgazdasági és külügyminisztere végezte el. Ezt követően kezdetét vette a nyárátszeredai és a csíkszeredai U10-es labdarúgó csapatok mérkőzése. De nem csak ők örülhetnek a létesítménynek. És mit szeretsz a leginkább ebben a játékban? Hogy gólt rúgják. Tóth Sándor polgármester büszke arra, hogy az egykor Nyárádszeredán futballozó Fülöp István jelenleg az élvonalbeli Sepsió SK labdarúgója. Abban bízik, hogy a létesítménynek köszönhetően megnő azon labdarúgók száma, akik hasonló utat járnak be. A nyárádszeredai és a nyáradmenti gyerekeknek ez nagyon fontos, mert visszatudtuk őket csalni ide a focipályára, akár ez a beruházás által is. És folyik egy olyan profinak nevezhető munka, szakmailag profik úgymond felügyelik ezt a munkát, amitől azt várjuk, hogy a miniszter úr szavai beteljesüljenek, és akkor ezekből a gyerekekből is adjunk első ligás, vagy akár válogatott focistákat. A beruházás nem csak a Nyárádmente számára jelentős, a Román Labdarúgó Szövetségnél is örülnek neki. Minden ilyen beruházást tártkarokkal fogadunk, bárhol is történjen ez Romániában. Rendkívül örvendünk, hogy lehetőségünk volt részt venni ezen a pályaátadáson, amelyen román és magyar nemzetiségű állampolgárok egyaránt edzhetnek. A 100 méter hosszú és 62 méter széles, 250 férőhelyes lelátóval és világító berendezéssel rendelkező műfüves futballpálya több mint 300 ezer euróba került. Kezdetben 90 nyárádmenti gyerek felkészülését teszi lehetővé, de tervezik a bővítését, és célul tűzték ki a felnőtt csapat feljutását a harmadik osztályba is. A híradót látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!